Nyírő Veronika festő-rajzművész hegedűjátéka nyitotta meg a Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget. Szolnokon erős lengyel közösség él. Egy ilyen fontos évforduló nem maradhat ki az események sorából, fogalmazott ünnepi beszédében Bátori Zsolt, a szolnoki lengyel nemzetiségi önkormányzat elnöke. 100 évvel ezelőtt Lengyelország visszanyerte függetlenségét, ami egyben Magyarországnak egy tragédia is volt, mert azért tudjuk, hogy 1918-at írunk ebben az időben. Európa döntő többsége örült a függetlenség visszaszerzésének. Magyarország is ugyan független lett, csak egyharmad nagyságban. És ez az ünnep azért egy kicsit megható is, mert a magyar nép elfeledve azt, hogy milyen károk érték, a lengyeleknek örül, együtt ünnepel az egész ország Lengyelországgal. Szolnok testvérvárosából, Bielszkó Bialából érkezett delegáció az ünnepségre, akik örömmel tettek eleget a meghívásnak. A lengyelek és a magyarok közt lévő barátság valódi barátság, közös a történelmünk, és nagyon hasonló a gondolkodásunk, az érzéseink is. Európában is ugyanazt képviseljük, mindkét nemzetnek fontos a keresztény értékrend. A Bielszkó Bialai könyvtár 12 évvel ezelőtt írt alá együttműködési megállapodást az ünnepségnek otthont adó Verségi Ferenc megyei könyvtárral. A két biblioteka között azóta is gyümölcsöző a kapcsolat. Kölcsönös látogatások során betekintést nyerhettünk lengyelországi könyvtárak, kiskönyvtárak és nagyobb könyvtárak működésébe, illetve természetesen lengyel kollégáinknak is megmutattuk ma éppen a Jászberényi városi könyvtár működését. Az eseményen tárlat is nyílt, mely a függetlenség elérését bemutató folyamatot ábrázolja. A kiállítás megtekinthető a megyei könyvtár művészeti szalonjában.